És akkor itt országos szinten hívják be azokat a tanulókat, akik a legjobb eredményt érték el. Most 30 tanulót hívnak be általában, hogyha megfelelő számú országos jelentkezés van. Volt olyan szakmacsoport, ahol 22-en voltak, tehát ott kevesebben jelentkeztek. A mi csoportunkban 30-an voltak, és tulajdonképpen Szolnokon volt a döntő, ahol április 2-án, 3-án voltunk, igen, 2 nap, az első nap egy írásbeli, már az emelt szintű érettségi követelményeiből, és másnap van ugyanannak a követelménynek megfelelően a szóbeli. És milyen eredményt értek el a lányok? Az Adriana első helyezett lett, a Gina pedig ötödik lett, a 30-ból végül is így. Na most ez az oktatási alapismeretek, erről mesél, légy szíves, valamit, mit tanultok, kik tanulják, kik választják, aztán, hogy utána jó. Hát a pedagógia szakmacsoportnak megfelelően, most már újabban pedagógiai ágazatnak megfelelően jelentkeznek ide a tanulók. Ez azt jelenti, hogy tehát akik egy picit a pedagógiával, pszichológiával szeretnének mélyebben foglalkozni, megyünk gyakorlatra, tehát ennek része a gyakorlat is, járunk iskolába, óvodába, ez megfigyelési gyakorlat. Tehát tulajdonképpen ugye, mert még módszertant nem tanulunk olyan mélységben, és akkor lényegében ennyivel tudunk mi többet adni, hogy olyan tantárgyakat tanulnak, amit mondjuk gimnáziumban nem, ja, a gimnázium nevet nem szerepeljen benne semmiképpen, nem akarom, hogy ez úgy menjen le, hogy ellenük történne. Isten.